Csá népek! Polákmentes szervereket kívánok! Hoztam egy csatát a KV220x2-vel, az orosz Prime 5-ös tier limites heavy tankúval a pálya, korelje a full 5-ös tier, három büdös patkányal a csatába, és ez jó lesz az a Warhammer. Gyakorlatilag egy zsákplecsit el fogok vinni, nagy kaliber, Top Gun, acélfal, a faszom se tudja még micsoda. Ja, és mi támadunk, mert egyzászlós mód van. Betöltöttem a goldot, de hamar átváltok majd sima AP-ra, mert olyan vastag cucc nem lesz ellene, majd a kettő kretén heavy-n fogok a másik bandába meglepődni, mert megfogok, mert tehát 1k csata, mert 0k csata, nyilván. Na de se baj, majd meglátjátok, miről beszélek. Ott van a Leopard, mindjárt oldalba töröltem egy golddal, hamarosan át fogok váltani sima AP-ra, mert nem lesz buli ez így, hogy fölöslegesen goldozzak. Ja, és már 2-0, mert a medet meg a térét valahogy elveszítettük, és Excelsior KV1-ben kotor a map kellős közepén. Hát ezt magasabb tírbe soha nem fogják tudni megtenni, de most sem nagyon fogják. Na, akkor én rá is esek majd mindjárt a Skodára. Természetesen mellé húzok mind a szar, Leopard goldozik rajtam, mind a kurva anyja. Gyorsan ramoltam egy ott a Skodába, ő belövi a kupolámat. Ha tudná, hogy a tornyot is lehetett volna simán lőni, én nem tudom, hol a faszomba lőtt be. De lövöldözött, no de se baj. Akkor ezt gyorsan meg is oldottuk. Leopárda nem látok rá innen, úgyhogy nem is fogok vele foglalkozni semmilyen szinten. Gyorsan a KV1-esünk kikapta, és a Leopárdunk is top tier-es lightként fent kempel a KV1-jel, másik top tier-es heavy tankunkkal. Na mindegy. Majd én megyek előre, mert én meg tudom tenni, mert én ügyes gyerek vagyok. Kettő meg van tököm, ami a ezekre a faszkalap bandák egyáltalán nem jellemző, hogy van valami tökük a nullához képest. Átváltottam sima AP-ra. Megvan a Wolverine. Elkezdem szépen szórni a csávót. 3.54 töltünk újra. Előkerül Panzer 4. Hö? Ő is jóképű top tier-es, mert elhiszem, hogy védekezni kell, de azért illő lenne a capkört elhagyni. Majd a csávó azt hiszi, hogy lesz neki egy level 900-as agya. Majd én megmutatom neki, hogy nincsen. Na de se baj. Most kapok tőle egyet. Így van, egy sima repesszen a gold repesszel mellé lőtt a fiú, akkor gondoltam, hogy kap, a sima repesszel jobb lesz. Nem tudom, ezt az M41-et valamiket el fogom kapni a sok közül, de ez még ez nem itt lesz. KV egy sima AP-val bement az oldala. Most már tudja, hogy ott nem nagyon kell a pléri kellős közepén hokizgatni a tagnak. De hát majd rájön. Amint lesz egy 20k csatája, már tudni is fogja. Na, megyünk előre. Keresem a M10-et, de van helyette egy Panzer 4 Sport. Jól van, barátocskám, maradjál csak ott. Valami nem tudok a csávónak tracket adni. De nem baj, mert így nem megy el onnan, hogy nincsen nagy baj. Most bezzeg valaki adott neki egy tracket, ami nem én voltam. Ő is kap, adott nekem egy lánctalpat, de én meg ráadásul még ki is gyújtottam. Na, 2692 látható damage. Megvan, megjött az M10. El is ment az M10, nagyon jó, harmadik killnek beúztam, küldtem egy meghívót az IKV-nak, gyanítom, hogy nem fogadta el. Megvan az ellenséges ELC, ő szépen be fog gyalogolni elém. Sajnos többet nem tudok már beletenni, mert nem jön ki elém. Viszont némi asszisztot még be is zsebelek érte. Igen, tehát a cigány klikkel az már engem kurogat, mert az vicces. No de se baj, és mindjárt elősejlik a stug is. Elrontottam a lövést, direkt nem lassítottam. Megvan a 4H, nem játszik. Mindjárt meg mindjárt ki is spotolom majd az autista kretén homokos klikkert. Gyere kis barátom, beszélgessünk akkor, te patkánypöcs. Te húgyagyú nigger, te faszkalap autista klikker geci. Meg is érdemelted az ambóreket, barátocskám. Mindjárt belefutok Stug 4-be. Nem, a Stug is full HP-n van, és ő tudja, hol kell lőni ezt a szart. Megvan az AMX 13 is, a clicker. Most szerencsére mellé lőtt a Stug, fel is adta a küzdelmet. Köszönjük szépen. Na, ötödik killnek be is húztam magamnak. Megjött akkor a level 900-as Panzer 4H. Na, akkor jók is vagyunk, 5 killnél járunk. 2600 headfade damage, és akkor megyünk szépen előre, mint a tatár. Azt hiszem, még ezt a ratitalért ki tudom várni. Kénytelen vagyok goldozni, mert elfogyott a sima AP. Igen, jó lett volna repesz is, de késő bánat. Akkor megvan a Top Gun is. És akkor 4H jön majd sebbe, mert ő azt hiszi, hogy ő a királynak, hogy én nem nézem a minimapot. Hát barátom,
kevés ember nézi annyira minivapot ebben a szarban, mint én. Kivégezni nem fogom tudni, sem ellopni a gyereket, de azért kapott egy 110-et oldalba, és már meg is oldották. Közben meg a klikkert is meg fogja oldani valamelyik gyökér. Na! Hát akkor ez nem hiszem, hogy egy nagyon szar performance volt ezzel a szarba. Gyakorlatilag ezt akármelyik heavy tankkal az ember meg tudná csinálni, ha van egy normális csapat, meg megfelelően hülye az ellenséges banda. Na de, se baj! Összegezzünk! 6 kill, szerintem vaklövésem nem volt, úgyhogy van 3021 damázsom, 266 asszisztom, meg pattintottam egy ezrest, és egy 6 embert felszpotoltam ezzel a vak lófasszal, karelján egy nyílt mappon. Ez megint ismét elárulja a Wargamingnek a hozzáállását a saját fos játékához, amikor egy emberen múlik egy játék, vagy egy csata. De hát ezzel meg se lepődök, annyit rézselek rajta, hogy lassan kezdek belefáradni. Attól függetlenül ez a balhé, ez jó volt. Csá népek!